Üdv a videócsatorna nézőimnek! Megint valamit kerestem a Sufnimban, és találtam mást is. Tudtam, hogy van, létezik. 20, de az is lehet, hogy 25 éve készítettem egy szinkron invertert, hálózatra lehessen vele termelni. Hát, ha minden igaz, maximum olyan 100 wattot tud, de az a csúcs. Ampermérő mutassa az áramfelvételt az akkumulátorról. Az akkumulátor vezetékek, ez ilyen kis szovjet tirisztoros szabályzású akkumulátor töltőjé volt valamikor. Én ide készítettem egy elosztót, egy az a baj nem ohmos fogyasztó, voltmérő. Lássuk, mit csinál. Én bekapcsolom a Zeonula villanyt. A voltmérő mutat 226-227 voltot, és most rákapcsolom az általam épített invertert. Egy vagy két tized voltot feljebb is ugrott. Lekapcsolom, most mit csinál? Lejjebb megy, fölkapcsolom, följebb megy, jó. Körülbelül 200 méter hosszú vezetéken jön most ide a villany, úgyhogy a fogyasztás nem nagy, sokat nem esik. Az amper mérő mutat pont 5 ampert, az azt jelenti, hogy 60 watttal termel vissza. Igazából akkoriban, mikor ezt építettem, körülbelül 98 környékén, az Orbán Viktor még elég fiatal volt, és aki azt mondta, hogy napelemet használ, energiát állít elő, az azt mondta Viktor, hogy az lopja a napot. Egyelőre ennyit. Működik. Ha ohmos fogyasztó lenne rajta, az baj nem ohmos, én ezt lekapcsolom, akkor az izzó szokott tovább világítani, de ez nem világít. De világít. 282 mutat. Visszakapcsolom a villanyt. 230. Ófene. Ezek szerint induktív fogyasztóval is működik. Kihúzom a hosszabbítót. Kihúztam a hosszabbítót. Világítok. Ledes fény, és lekapcsolom az invertert, meg is szűnt a lámpa, meg nem világít. Egyelőre ennyit erről.